Ideje lenne átépíteni ennek a kéményét, ennek a kerti tűzhelynek, mert sajnos, hogy nyitva van az ajtó, egyre jobban kormosodik, de sajnos ez a kis csappantyú, ez mindig zár, úgyhogy ezt nem tudom rendesen kitámasztani. Valamint ez a réz kémény is elég rendesen, ez a rézcső is. Szerintem elég rendesen nagy a hőtágulása, és ez szétnyomhatta a kéményt. Tehát ott is kell valamit majd kitalálni erre, hogy ez jó legyen. Viszont most arra gondoltam, hogy a gázt se olyan nagyon sokat használjam, és van nekem ez a kis kerti tűz tér, ahol ez a rakás szőlő venyige volt rádobva, ezt ledobtam róla, és egy keleti tájolásos tűzfészket csinálva neki egy 16 téglából álló rakétakályhát, rocket stove-ot csináltam. Ezt az interneten láttam, tehát nem az én okosságom. És a lényeg ennek az, hogy igen kis fa mennyiséggel igen magas hőfokot és aránylag füstmentesen lehet benne tüzelni. Ugye ezt hogy lehet csinálni? Lehet látni a felépítését a téglasornak, tehát összesen 16 tégla kell hozzá. A lényeg az, hogy az első sornál lent ugye egy teljes felületet rakok, ez lesz a tűztér. Aztán a másodiknál megnyitom, hogy itt lehet a tüzet adagolni, és utána pedig körbe karikába megyek. Itt van a harmadik sornál egy ilyen kis átlapolás, itt lehet látni, hogy egy kicsit rányúlik egy nagyon picit az egyik téglára, és utána pedig a legfelső sor pedig csak simán felrakom a négy téglát. Úgyhogy nem sokára ezt is kipróbálom, és nagyon finom ebédeket, lepénykéket és hasonlókat fogok készíteni rajta, és gázmentesen, tehát ezekkel a kis venyigékkel.